a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban egy olyan opera karmesterrel beszélgetünk, aki a világ leghíresebb előadó művészeivel folytatott együttműködései után most Erdélybe érkezik. De beszámolunk a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem Marosvásárhelyi Karán rendezett országos tudományos diákköri konferencia informatikai szekcióján történtekről. A rendelőbe is benézünk, ahol a gyermekkori gerinc deformitásokkal foglalkozunk, és megnézzük mindemellett azt is, hogy hogyan dolgozik, miként segít a bajba jutottakon a lavina kutya. Változatos témákkal készültünk, ne hagyják ki! Korábban világhírű művészekkel, például a három tenorral is egy színpadon dolgozott Ács János magyarországi születésű világhírű operakarmester. A 70-es években vándorolt ki Olaszországba, majd Milánóban telepedett le. Debütálása után a milánói Scalában és a világ legnagyobb koncerttermeiben örvendeztette meg fellépéseivel a közönséget. A szakma az olasz operajátszás legnagyobb szakértőjeként tartja számon. A világ legnagyobb opera házai után Ács János most Pünkösdi Meditáció című oratóriumi előadásával partiumi és erdélyi településeken varázsolja el a helyi közönséget, és egyre több tehetség színpadra a segítését is célul tűzte. Műsorunk vendége Ács János, opera karmester, akit online kapcsolunk. Jó estét kívánok, köszöntöm a Mozaikban. Üdvözlöm. Ön lenyűgöző sikereket adatott a világ legnagyobb koncerttermeiben, világsztárokkal dolgozott együtt, az operajátszás egyik legnagyobb szakértőjeként tartják számon. Nemrég azonban úgy döntött, hogy a világ legnagyobb színpadai után partiumi és erdélyi helyszíneken is fellép. Mi ennek a döntésnek az előzménye? Mit jelentenek önnek ezek a szereplések? Nagyon köszönöm, de kérem, hogy olyan jelzőket ne használjunk, hogy legnagyobb vagy legszebb, mert hát ilyen a művészetben igazából nincsen. Nekünk egyetlen dolgunk van, amit Liszt Ferenc úgy fogalmazott meg, hogy a teremtő és a zeneszerző közötti közvetítés, ez a feladata egy előadó művésznek. Nekem kétségtelen, hogy a gondviselés nagyon nagy lelkű volt az életem folyamán, megadott tényleg rendkívüli lehetőségeket, alkalmakat. De most, hogy a kérdésére válaszoljak, úgy érzem, mivel most már 70 éves vagyok, az érdekesség az pont 50 éve diszidáltam, igen, mert édesapám egy intellektuális volt, és a kommunizmus az számomra nem engedte meg a tovább tanulási lehetőségeket. De csak azt szeretném mondani, hogy most elérkezett az ideje, hogy valamit megpróbálok visszaadni az Istennek abból, amit nekem adott. Tehát, és ezt csak úgy tudom megtenni, ha másokat segítek. Ebben az értelemben most Erdélybe azért jutottam el, mert van egy nagyon kedves barátom, a Stanik István úr, aki lehetővé tette azt, hogy eljussak olyan helyre még, ahol életemben nem voltam, és ahol rendkívül nagy csoda az, hogy az igazi magyarságot azok önök képviselik. Tehát ez a fellépés számomra emberileg elsősorban nagyon fontos. Mire számíthat az erdélyi közönség ezeken a koncerteken? Egy olyan programot állítottunk össze, ami egyrészt mint imádság, ugyanis a koncertek templomban lesznek, és ezen felül az én kedvencem, akit hát az életben talán a legautentikusabban tudom interpretálni, Giuseppe Verdi, tehát az ő műveiből is vannak részletek, de elsősorban egyházzenei művekkel, és természetesen Kodályt is elhozzuk, mivel hát otthon érezzük magunkat azok is, akik vendégül látnak engem.
Tehát elsősorban tényleg egy meditációról van szó, de ismert és nagyon szeretett műveket fog hallani a közönség. Többek között Marosvásárhelyre, és tudomásom szerint Csíksomlyóra is ellátogatnak. Hogyan választják ki a helyszíneket? Hova mennek még majd? Milyen településeket keresnek fel? Hát köszönöm kérdését, ezt őszintén mondom magának, én ezt rábíztam a Stanik barátomra, és ő talált olyan személyeket, akik hát érdeklődnek az iránt, hogy halljanak fiatal tehetségeket, de ugyanakkor hát megpróbáljuk azért egy olyan színvonalat is képviselni, ami talán hát megfogható lehet mindenki számára, és az emóció útján tényleg átadjuk azt az érzést, hogy hát minden a jó Istenen múlik, az egész életünk, és tényleg a mai világban, amikor hát nagyon sok a tragédia, mi már a zenén keresztül talán egy luxus cikké váltunk, ami hát egyrészt elszomorító, másrészt viszont tényleg a kevés lehetőség közül az egyik, ami univerzálisan minden emberhez szólhat. Tehát a zenén keresztül tényleg ez egy hálaadó imádságként szeretném, hogy be legyen mutatva ez a projekt. Amúgy óriási váltásról van szó, hiszen ön 140 ezer néző előtt is dirigált, itt most konkrétan a Maracanã stadionra gondolok, de most igaz, akár egy kisebb erdélyi falu templomában is fellép. Minek köszönhető ez a fantasztikus gesztus, ez az óriási váltás? Ne, hát köszönöm, de ne is mondja ezt, hogy ez számomra egy ajándék olyan értelemben, hogy hát az egyszerűség és az életben most már tényleg az én koromban meg kell találni talán annak a módját, hogy az ember hát az értékeket tényleg jól tudja megválasztani. Én ugyanúgy fogom, ebben az esetben zongorán kísérek, tehát nem mint karmester lépek fel, hanem mint, bár nem szeretem ezt a szót használni, hogy zongora kísérő, ugyanis a művészet az egy szimbiózis, tehát az énekes és a hangszer, vagy az énekes és a karmester között létezni kell egy olyan dimenziónak, ami tulajdonképpen nem is hasonlítható máshoz, csak a szerelemhez és az imádsághoz. Tehát Csíksomlyón ugyanazzal a lelki hozzásállással és koncentrációval próbálom a hivatásomat képviselni, mint hogyha tényleg Firenzében lennék, vagy éppen Los Angelesben. Nincs semmi különbség. Azt gondolom elmondhatjuk, hogy ön világsztárokkal dolgozott együtt, elég itt csak akár a három tenorra gondolni, Luciano Pavarottival pedig úgy tudom, hogy jó barátságot is ápolt. Mit jelentett önnek az, hogy ilyen világsztárokat segíthetett a munkájuk során? Ön hogyan élte ezt meg? Köszönöm, hogy ezt mondja, most egy nagyon jó szót használt, ugyanis a karmesternek a dolga az, hogy segítse a művészt, hogy a legjobb énjét tudja adni az előadás pillanatában. Ez nekem, a Jóisten megadta ezt a fajta tehetséget, hogy tényleg olyan lehetőséget biztosítok az énekes számára, hogy a legnyugodtabb maradhasson, és a legjobb énjét tudja adni. Ilyen értelemben a Pavarotti tényleg az egy különleges ajándék, mert hát úgy érzem, hogy talán az opera világban ő képviseli tényleg az egyik a század legjelentősebb jelenségei közül az egyiket. De amit mondhatok, hogy ez a nagyság ez abban mutatkozik meg, hogy a koncentrációs készség és a műnek az átélése az olyan szintű legyen, hogy tényleg minden egyes hallgatóhoz ez eljusson. Ez természetesen ez egy transzcendentális dolog, tehát végül is kegyelem,
Úgyhogy a mi érdemünk csak annyiban van, hogy ezt az ember olyan szituációba hozza önmagát, hogy képes legyen arra, hogy átvezető legyen tényleg a zeneszerző és a teremtő között. Nemrég Nagyváradon ingyenes mesterkurzust tartott, Debrecenben pedig opera stúdiót alapított. Mennyire fontos önnek a tehetséggondozás? Hát látja, az élet úgy hozta meg, hogy én nem tudtam a hazámban tanulni, nem vettek fel a zeneakadémiára, tehát én egy bőröndel elindultam, és viszont Olaszországban olyan mestereket és olyan embereket találtam, akik nekem tényleg nagyon sokat segítettek. Na most hát a tehetségek, nagyon sok tehetség van mai napig. Találkoztam ezzel, hát sok helyen a világon tényleg. A mesterkurzusokat szeretem azért, mert hát szeretem azt felfedezni, hogy mindannyian születünk valamire. Hát a mi mesterségünk azért mégis annyiban létfontosságú a tehetség, hogy anélkül hát igazából ez nem megy. A tehetség nem elegendő, de szerintem létfontosságú. De hát a tehetség abban mutatkozik meg, hogy valakinek tényleg olyan adottságai vannak, ami, hát, amiről ő nem is tehet. Tehát ő megkapja a talentumot, mint ahogy az evangéliumban a példabeszéd mondja, és azt valamilyen formában értékesíteni kell. De ezt nem lehet anélkül, hogy ne legyen segítsége. Tehát én most úgy érzem, hogy ez a misszióm, ez a néhány éven, amíg még van az életben, olyat kell tenni, hogy én segítsek másokon, mint ahogy engem is segítettek sokan. Nagyon röviden, mit üzenne azoknak a tehetséges fiataloknak, akikben megvan a nagy művészi eredmények esélye, de valahogy nem találják az odavezető utat? Köszönöm ezt a kérdését, ez fontos. Én ilyenkor tudja, mit próbálok azt átadni a fiataloknak, amit én életfilozófiámnak tartom. Tehát nem egymáshoz kell hasonlítanunk önmagunkat. Mert nálam csodálatosabb és nagyobb művészek mindig voltak, és mindig lesznek. Nekem nem a másik személyhez kell hasonlítanom magam, nem a másik előadóhoz, hanem a szerzőhöz. Tehát az én értékem abban van, hogy mennyiben tudom felfedezni a szerzőnek a gondolatát, és azt továbbítani. Tehát ha valaki így áll hozzá, akkor nem lesz boldogtalan, mert nem az számít, hogy valaki, mint ahogy ön az elején említette, a művészetben nincs az, hogy jobb vagy kevésbé jobb. A hitelesség az a fontos. Tehát az, hogy én hiteles vagyok, mint egy másik, azt mondhatjuk. Tehát ez a cél, hogy próbálja meg mindenki kihozni önmagából azt a képességet és azt az adományt, hogy amivel foglalkozik, lehet ez zenemű, lehet ez irodalom, lehet ez képzőművészet, de az ő gondolata azt találkozzon az alkotó művésznek a gondolatával. Sajnos mert mi csak előadó művészek vagyunk. Úgyhogy... Sajnos nagyon gyorsan lejárt a beszélgetésre szánt műsoridő, de nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, és minden jót kívánok. A viszontlátásra. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem ezen a héten rendezte meg a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia informatika tudományi szekcióját, amelynek az egyetem Marosvásárhelyi kara adott otthont. A rendezvényen stábunk is ott volt. Idén a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi karán került megrendezésre a 36. Országos Tudományos Diákkori Konferencia informatika tudományi szekciója. Az OTDK kiemelkedő bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2021 és 2022-ben elért és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára.
Az elmúlt másfél évtizedben elindult egy nagyon fontos Kárpát-medencei szintű folyamat. Ezt úgy hívjuk, mára már úgy hívjuk, hogy az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér. Ennek a felsőoktatási térnek, ennek az egységes térnek egy nagyon fontos központi és igen látványos eleme a két évente megrendezésre kerülő országos tudományos diákköri konferencia. Ugye egy olyan Kárpát-medencei szintű hallgatói együttlétés, nevezzük úgy, hogy megmérettetés, amelyik már önmagában, már csak ezeknek a tényállásoknak a révén is egy kiemelt funkcióval bír. A diákok különböző, az informatika tudománnyal kapcsolatos innovatív, kreatív dolgozatokkal jelentkeztek az OTDK-ra. A tudományos seregszemle azonban nem csak a dolgozatok bemutatását szolgálja. Célja az is, hogy a Kárpát-medence különböző pontjain élő diákoknak ismerkedési lehetőséget nyújtson. Az idei OTDK-ra a TDK házi konferencián való első helyezésemmel kerültem nevezésre. Fontosnak tartottam, hogy egy ilyen nagy nevű, mint Magyarország legnagyobb tudományos konferenciája, mely határokon túl is ível, ezen részt vehessek. Dolgozatom témája a LabVIEW programmal készült. A gravitációs hullámok adatállományait olvastam ki LabVIEW környezetben, illetve ezzel kapcsolatos jelfeldolgozás, illetve mérés technológiai példaalgoritmusokat is végeztem dolgozatom során. Ez a téma újszerű tudományos újdonságokat tartalmaz. Az innovativitásban ugye az lenne, hogy gazdasági jelentősége van. Itt a gravitációs hullámra még jelenleg igen kevés gazdasági törekvés épül, de előbb-utóbb lesz ilyen, ebben biztos vagyok. Úgyhogy hosszú távon mindenképpen innovatív a téma. Az OTDK hosszú távon is jó lehetőség a diákok számára, hiszen a konferencián való részvétel bekerül önéletrajzukba, és ez a lehetőségek szélesebb skáláját biztosítja számukra. Szerintem egy nagyszerű lehetőség arra, hogy fiatal egyetemisták, akik nem tudom, éreznek magukba egy kis elhivatottságot, hogy kutatásban részt vegyenek, azoknak legyen lehetőség arra, hogy kipróbálják ezt az életpályát. Itt az OTDK-zó, vagy a TDK-zó hallgatók, azok hallgatók, akik ugye, ahogy a Székelyföldön szokás mondani, egy helyet hajlandók kettőt ugrani. Tehát gyakorlatilag ők azok, akik statisztikailag is kimutatható ez számokban, akik éppen azáltal, hogy többlettevékenységet vállalnak önálló kutató munkában, önálló stúdiumokban, és nem csak a szűk tantervi követelményeket teljesítik, sokkal erősebben felvétézve, sokkal jobb munícióval jelent kezdnek majd bevégzés után a munkaerőpiacra. Az idei 36. OTDK igen erős visszajelzést biztosított a Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetemnek. Első alkalommal szerveztek önállóan OTDK szekciót, és ez azt bizonyítja, hogy az elmúlt 22 évben olyan minőségű oktatási, tanulmányi eredményeket értek el, amely által alkalmassá váltak ilyen kaliberű rendezvények megszervezésére is. A gerinc kóros elgörbülésének a gyermekek esetében is számos oka lehet. Gyakran a kamaszkori növekedési fázisban alakul ki, de vele született formája is létezik. Arról, hogy pontosan mit jelent a gerinc deformitás, mi okozza, hogyan nyilvánul meg a gyakorlatban, milyen következményei lehetnek és milyen kezelési, megelőzési módszerek állnak a rendelkezésünkre, arról hamarosan szakorvossal beszélgetünk. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta. Vendégünk dr. László Ilona, gyermek-ortopéd főorvos. Szeretettel köszöntöm a műsorban. És estét kívánok. Pontosan mit jelent a gerinc deformitás, és hogyan alakul ez ki? Hát elsősorban ott kezdeném, hogy a gerincoszlop az nagyon bonyolult felépítésű, és nagyon sok funkciónak kell megfelelnie. Tehát a test függőleges tartásáért felel, ugyanakkor hordozza a mellkast, a hasat, a hasüreget, és védi a gerincvelőt, védelmezi a külső behatásoktól. Mindezen feladatoknak passzív alkotó elemein keresztül, és a passzív alkotó elemein, tehát csontokon, izületeken tapadó aktív izomzaton keresztül tud megfelelni. Ezen
passzív és aktív alkotóelemek között mindig van egy egyensúly. Hogyha ez az egyensúly megbomlik, kialakul a gerinc elferdülése, megjelenik a gerinc deformitása. Milyen típusai vannak a gerincferdülésnek, és mit nevezünk hanyagtartásnak? Bonyolult a kérdés, mert hosszas lenne a felelet. Na most, a hanyagtartást azt mindig aktív izomerővel lehet javítani. A gerinc deformitásokat, azokat nem. Tehát a gerinc deformitásnak lehet veleszületett oka is, például csontfejlődési rendellenességek, amikor két csigolya blokkot képezve már születéstől létezik, vagy úgy születik ugye a baba, vagy bizonyos bordák összefogóznak, tehát szinosztózis alakul ki, tehát ezeknek van egy strukturális anatómiai alapja. Azon kívül vannak olyan gerincdeformitások, ahol nem lehet tudni az okot. Ezt nevezzük idiopatikus gerincdeformitásnak. Na most a gerincdeformitás lehet olyan, hogy hátulról előrefelé, tehát úgynevezett oldal irányból, ahol a gerincnek, inkább úgy kezdeném, hogy a gerincnek homloksíkban egyenesnek kell lennie, tehát egyenes. Viszont oldalirányból normálisan is van három görbülete, hullámos a gerinc. Van egy nyaki lordózés, tehát hátrafele konkáv, van egy háti kifózés, hátrafele konvex, és egy ágyéki lordózés, hátrafele konkáv. Mindezek a ontogenézis során alakulnak ki gyerekeknél, kisbabáknál, de legelső sorban kialakul a nyaki lordózis, akkor, amikor a baba hasra fordul, feltartja a fejét. Amikor már ül, kialakul a háti kifózis, és járás megkezdésekor kialakul az ágyéki lordózis. Így akkor 6-7 éves korra kialakul a normális gerinc. Na, hogyha mindez megváltozik, akkor beszélünk gerinc deformitásról. És megjelennek a tünetek. És megjelennek a tünetek. Melyek a könnyebb és a súlyosabb tünetek? Kezdjük a könnyebbikkel, kezdjük a hanyagtartással. Tehát általában hanyagtartás a görbe gyermek, amikor úgy lazán tartja magát, előre görbül. Mindezt mondom, aktív izomzattal, izommozgással ki lehet javítani, korrigálni. Súlyosabb az, amikor a homloksíkban görbül el a gerinc, S alakban. Ezt nevezzük szkoliózisnak. Tehát a másik, amikor előrehajlik a gerinc, az a kifózis. Itt is vannak patológiás formák, például a Scheuermann megbetegedés, aminek van alapja, tehát a csigolyák zárólemezének az anyagcseréjében következik be egy hiba, tehát annak a zavara, és akkor kialakulnak égcsigolyák, ami rögzül az idő előrehaladtásával. Éppen ezért nagyon oda kell figyelni, hogy a hanyagtesttartásra is, tehát az előre görbül gyerekekre is, és elhozni szakorvosi rendelésre, hogy kiszűrjük ezeket a kóros eseteket. Hogyan diagnosztizálják a gerincfeldülést? Levetköztet egy gyerek, a gyerek háttal áll felén, ugye, megnézem, tehát ha homloksíkú deformitást, tehát S-alakú görbületet, szkoliózist vizsgálok, meg kell nézni a lapockáknak a nívóját, mert legtöbbször van nívókülönbség, egyik lapocka fennebb áll, másik nem. Lehet látni a gerincnek az S-alakú görbületét, lehet látni esetleg egy borda púpot, a görbület konvex oldalán, mindezt be lehet mérni különböző szkoliométeres mérésekkel, tehát vizsgálatokkal, és feltétlen el kell küldjük röntgenfelvételre. Álló gyermeknél az egész gerincet befogó kétoldali, tehát előről, tehát anteroposterior, erő hátsó irány
készült röntgenképpel és oldalirányból készült röntgenfelvétellel. Milyen kezelési formák léteznek? Mikor elég a gyógytorna, mikor van szükség fűző használatára, illetve mikor elengedhetetlenül fontos például a műtét? Hanyagtesttartásnál a gyógytorna elégséges. Hogyha nem elegendő a gyógytorna, akkor lehet felírni ilyen hátegyenesítő hámokat. Ez olyan, mint egy 8-as alakú széles pánt, amit visel a gyerek, és hogyha nem húzza ki magát, akkor a hónalját sérti. Tehát olyan, mint egy hátizsákot viselne üresen, és akkor kénytelen kihúznia magát. És a gyógytorna, tehát ezt írjuk hanyagtesttartásra, nem minden esetben. Csak az ilyen makacsabb esetekben, amikor mondjuk, hogy a gyerek sem kollaborál elég megfelelőképp. Az idiopatikus szkoliózisoknál és a vele született szkoliózisoknál más a helyzet, mert vele született szkoliózisnál már kisbaba korban, pici korban, kisgyerekkorban lehet látni azt, hogy a gerinc ferde, és ilyenkor ilyen hevederekkel lehet kezelni, egész pici gyerekeknek fűzőviselést nem írunk ki. Nagyobb korban, amikor kialakul a szkoliótikus görbület, akkor a görbület nagysága határozza meg, hogy milyen kezelési formát használunk. Tehát a röntgenfelvételen be tudjuk mérni pontosan fogban a görbületnek a mértékét. Tehát úgy mondjuk, hogy 15 foknál nagyobb görbületeknél már fűzőviselés javalt 40 fokig. Tehát 40 foknál, ha nagyobb a görbület, és hogyha a gyerek elért egy bizonyos kort, mondjuk az a 14-15 éves kor, amit külön röntgenfelvételeken lehet a növekedési porcoknak a záródásáról megállapítani, csak akkor szükséges a műtét. Mire figyeljenek a szülők? Milyen megelőzési lehetőségek vannak, amivel elejét vehetik a gerincferdülés kialakulásának? Feltétlen kiskorban is oda kell figyelni, ugye amikor még nem iskolás, a szülő figyeljen oda. Kellene szülővizsgálatokat elvégezni, nagyon fontosak, iskola kezdéskor, tehát 6-7 éves korban, 10 éves korban, tehát ilyen preadolescens serdülőkorban feltétlen. Tehát ez mondjuk, hogy iskolaorvosi hálózatnak, vagy hogyha az nem lehetséges, akkor a családorvosnak lenne a feladata. Nagyon sokszor előfordult az, hogy például a tornatanárok vették észre, igen, de a szülő is nagyon oda kell figyeljen. Főleg lányoknál gyakoribb ez az S alakú szkoliótikus görbülete a gerincnek. És hát a csecsemőknél is lehetnek problémák. Úgy tudom, hogy nagyon fontos, hogy a szülők odafigyeljenek, hogy például ne ültessék fel idejekorán igaz az a csecsemőket, hiszen... Igen, hogy amíg a csecsemőnek az izomzata nem annyira fejlett, hogy ő nem tudja tartani magát, addig nem szabad felültetni, nem szabad lábra állítani. És mondjuk az se jó, hogyha beteszik ebbe a járókeretekbe, tehát az kényelmes, viszont a gyerek abba úgy beleroskad, és akkor úgy kialakul a gerincnek a görbülete, nem is beszélve, hogy nem tesz jót a csípőizületnek sem, és a lábaknak a forma alakulásában sem. Ezekre mind nagyon oda kell figyelni. Nagyon oda kell. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen az alkalmat. Kettőezer-tizenötben kezdtek lavinamentő kutyákat képezni Romániában, mára pedig már több mint 20 van belőlük. Maros megyében két egység is működik. Mi most a fiatalabbik lavinamentő kutyával, Néroval és Gazdiával ismerkedünk. Na Nérokám! Vár! Keres! Igen! Néro Ferenc István 5 éves labrador kutyája. Gazdájához hasonlóan Néro is hegyi mentő, pontosabban lavina mentő.
6 hónaposan került a gazdihoz, aki azóta edzi, lavinamentő iskolába járatja, és ketten alkotnak egy csapatot a Maros megyei hegyi mentőszolgálatnál. Az ő feladata az, hogy egy lavina után megkeresi a szaglásával a hó alá rekedt szemét. Mivel nekik nagyon jó a szaglásuk, ők bennük bízhatunk, és nagyon pontosan meg tudják állapítani, hogy hol van elásva az a lavina alatt a személy. Nélo éppen labrador, de a labradorokon kívül a belga juhászokat, a border collie-kat, a holland és német juhászfajtákat is nagyon jól lehet idomítani lavinamentésre, illetve felszíni keresésre is. Egy ilyen mentőkutya feladatai egészen pontosak. Az első lépések az, hogy kell keresen, tehát kell tudja azt, hogy mit jelent számára az a parancsszó, hogy keres. Mikor kimondod ezt a parancsszót, hogy keres, akkor a kutya már rögtön tudja azt, hogy ő el kell menjen keresni, használva a szimatot, igaz, az órát, használva az órát, és akkor, ahol talál emberi szagot, azt megnézi, és így tudja megkapni. Az ők számukra, tehát ezeknek a kutyáknak a számukra, ez nem egy munka igazából, hanem egy játék. Tehát ezért van az, hogy minden keresés után a jutalom az nem szabad elmaradjon. Még néhány kutya számára a finom falatok számítanak igazi jutalomnak, Nero számára a játék a legjobb elismerés. Amikor befejezi a keresést, megdicsérik, játékot, labdát kap, sokat játszanak vele, hogy legközelebb is legyen kedve a munkához. Ő egy normális kutya, ugyanúgy van tartva, mint más háziebb, annyi, hogy sokkal többet van vele foglalkozva, és igényli is ezt a foglalkozást. Állandóan hetente minimum kétszer, háromszor, ez attól függ nekem, hogy van időm, ki van véve és trenírozva van, tehát edzünk vele. Az étkezésben jobban odafigyelek, mert és olyan kaját kap, hogy figyelembe van véve az, hogy ő egy sokkal nagyobb erőfeszítésnek van kitéve. Nero képesítése szerint lavinamentő kutya. Imádja is a havat, de felszíni keresésben is használják, nyáron pedig így edzenek vele. Bevetések mindig vannak, bár lavinából csak gyakorlat során húzott ki embert, de már segített megtalálni eltűnt gombászt, bajba jutott túrázót is. Bár sokan nem tudják, Románia világszinten az 5. helyen áll a lavinában eltűnt, meghalt személyek tekintetében, vagyis megelőz számos olyan országot, ahol több a hó és sokkal több a turista is a hegyen. S hogy miért ez a riasztó statisztika? A fogarasi havasokban, de a többi hegyen is elég nagy hó szokott lehulni, ami ilyenkor koratavasszal talán a legveszélyesebb. A Bucsegy és a fogarasi havasok azok nagyon veszélyes helyek, és főleg akkor például most volt egy pár nappal, a múlt héten hult egy jó 30-40 centis friss hó, azelőtt már volt egy lerakódott, megállapodott réteg, egy kicsit meg is volt fagyra, arra ráhult az új réteg, és az nagyon könnyen elindult. A legnagyobb baj azonban, hogy az emberek nincsenek felkészülve, sem arra, hogy elkerüljék ezeket a helyzeteket, sem arra, hogy mit tegyenek, ha bekövetkezik a hóomlás. Az időfaktor pedig rettenetesen fontos. Egy hó alá betemetett személynek nincs sok ideje. A hó mennyiségétől és mienségétől is függ, de 15 perc a maximum, amit valaki túl tud élni a hó alatt. A folytatásban következik a kulturális programajánlónk Vince Simó Franciskával. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök ma április 20-án csütörtökön. 1083-ban, ezen a napon első Szent László magyar király jelenlétében Fehérváron felnyitották István király sírját. Ettől a naptól kezdve szentként tisztelik az első királyt, noha hivatalos szenté avatására majd csak Könyves Kálmán idejében került sor. Ez itt a kimenő, fedezzük fel együtt Erdély eseményeit. Lecke és nevelő hangversennyel készül a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara. Április 21-én 12 órától a román, majd 13 órától a magyar tagozat produkcióját kísérheti figyelemmel a nagy érdemű.
Az eseménynek változatlanul a Marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterme ad majd otthont. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszki remek művéből Richard Crane nem egyszerűen színpadi adaptációt készített, hanem kiemelte a történetből a regény központi szereplőit, a négy főhőst és velük játszatja el a többi figurát is. A mű cselekménye bölcseleti etikai mondani való köré csoportosul. Hősei az orosz társadalom archetipikus egyéniségei, nagy esélyek hordozói, egymás spiritualizált tükörképei. Mindez kortárs színpadi nyelven megfogalmazva. Karamazovok április 24-én 19.30-tól a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. A Szent György napok Sepsi Szent György legnagyobb ünnepe, amelynek 30. kiadására idén április 23-a és 30-a között kerül sor. A rendezvény kulturális hétből és fesztivál hétvégéből áll. Erdélyi társulatok legrangosabb előadásait, zenei és képzőművészeti programokat, külföldi meghívott előadókat tekinthetnek meg az érdeklődők, a Sepsi arénában pedig rendszerint nagyszabású produkciók mutatkoznak majd be. Ennyi volt a mai műsor, köszönöm figyelmüket. Szent István szavaival búcsúzom ma önöktől. Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját. Legközelebb holnap jelentkezem Erdély kulturális eseményeivel. Minden jót kívánok, viszontlátásra! Az Erdélyi Magyar Televízióban hamarosan kezdődik a híradó Lovász Ágotával. Szia Ágota, melyek voltak ma a legfontosabb események? Szervusz Barni! Átfogó útfelújítási munkálatok zajlanak Sepsiszentgyörgyön, és ez kellemetlenséget okozhat a helyieknek, ezért türelemre inti a polgármesteri hivatal a városlakókat. A tervek szerint jövő év közepén átadják a terelő utat, így sokkal gördülékenyebb lesz a forgalom a központban, ugyanakkor elkezdték a Sepsi arénától egészen Sepsi kijénig tartó kerékpárút építését is. Összefoglaltuk és mutatjuk a mai nap legfontosabb híreit. 7-kor kezdünk, tartsanak velünk! Koalíció. A jelenlegi kormánykoalíció megalakulása óta először fordult elő, hogy a nagyobb kormánypártok az RMDSZ feje fölött döntöttek Nagybege Zoltán eltávolításáról az Anéria vezetőségéből. Ezzel ismét felbukkant a közbeszédben az RMDSZ kormányból való kizárásának lehetősége. Gabonaválság. Nincs igazán jó, mindenkinek megfelelő megoldás az ukrán mezőgazdasági termények importja miatt keletkezett válságra, mondta el Winkler Gyula EP képviselő. A kormány egyelőre megduplázta a kárvallott gazdáknak biztosított segély értékét. Vasút. 20 év után vásárol ismét új vasúti személyszállító szerelvényeket a CFR, miközben a vasúti infrastruktúra továbbra is siralmas állapotban van. Az első új vonatokkal az év vége felé a fő vasúti vonalakon találkozhatunk. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm figyelmüket. Holnap is lesz mozaik, így akkor is számítunk majd önökre. Szép estét kívánok, a viszontlátásra!